A véletlen dolga-e, hogy épp a valamikori tulajdonossal kapcsolatban álló Dan Hellas bérelte ki a zombori gyárat, miután lejárt az újvidéki Viszkollal kötött szerződés, amely havi 10 000 euróért használta a gyárat. Az új bérlő most havonta 30 000 eurót fizet. A csődeljárást vezető igazgató felé irányuló fenyegetések, valamint minden, ami az utóbbi egy hónapban történt, a gyanú árnyékát veti az ügyre. Zlata Rákics, a csődeljárást vezető igazgató nem titkolja, hogy április közepén több alkalommal megfenyegették. Több kellemetlen helyzetben volt részem. A házamhoz is jöttek, meg az utcán is megfenyegettek. Karanassius úr titkolta, hogy együttműködött Bogicevicsel, és hogy tőlünk importálták az akkumulátorokat Görögországba, mivel ott nincs akkumulátorgyár. Az én munkám nem az, hogy fényterítsek arra, hogy ki mögött áll. A Miroslav Bogicevicsel kapcsolatban álló Dan Hellassal kötött bérbeadási szerződést a gyárban működő szakszervezet nem tartja jó lépésnek. A Dan Hellas egykori tulajdonosának, Bogicevics úrnak nem volna szabad itt megjelennie sem, mivel több milliárdnyi adóssága van. A zombori gazdasági bíróság nyilatkozata szerint Zlata Rákics a Dan Hellassal való szerződéskötést megelőzően a fenyegetésekről nem értesítette sem a bíróságot, sem az ügyben eljáró bírót. A szerződéskötés körülményeiről a csődeljárást vezető igazgató már nyilatkozott a gazdasági bíróságnak, akár csak a hitelezői bizottság, az ügyvezető bíró pedig a tények elemzése után hozza meg döntését a szerződés helyességéről.